Sziasztok! 2019-ben, amikor polgármesternek jelentkeztem, épp 33 éve voltam Terézvárosi lokálpatrióta. Ezt azóta nem csak 4 évvel toldottam meg, ennél talán többel. Büszke vagyok rá, hogy minden nehézség, koronavírus, infláció, háború, egyes koalíciós partnerek Fideszhez való átállása és árulása ellenére ezzel a színes csapattal Budapest legszolidárisabb és talán elfogult vagyok, de legmenőbb kerületét építettük. Ahogy tök mindegy, hogy milyen párthoz tartozol, idősként és fiatalként egyaránt számíthatsz az önkormányzatra. Hiszem, hogy sikerült megmutatnunk, hogy milyen az, ha valódi lokálpatrióták vezetnek egy kerületet, akik párthovatartozástól függetlenül mindenkit szövetségesnek tekintenek, akinek a kerület az első. Az elmúlt 4 évben többek között elindítottuk a Terézváros 20-30 programot, Budapest elmúlt 30 évének legnagyobb közterület megújítási programját, melynek keretében 2030-ig nem marad egyetlen egy utca sem, amit valamilyen módon ne tennénk emberibbé, használhatóbbá, tisztábbá és rendezettebbé. Kinyitottuk az önkormányzatot. Nem csak az természetes számomra, hogy ha találkozunk az utcán, a boltban, a piacon, akkor köszönünk egymásnak, és akár helyben megpróbáljuk megoldani a közös ügyeinket, problémáinkat, de minden projektünkben elsődleges prioritást élvez a helyben élők bevonása, a közösségi költségvetés keretében pedig közvetlenül dönthettek arról, hogy az önkormányzat mire költse a költségvetésének egy részét, idén már 50 millió forintot. Átláthatóvá tettük az önkormányzatot. Egyes kiemelt közbeszerzési eljárásainkra vonatkozóan például integritási megállapodást kötöttünk a Transparency International-lel. De elkötelezettségünket az átláthatóság irányába talán semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy az átlátszó, a K-monitor és a Transparency ez a minimum programjában az élmezőben végeztünk a tavalyi felmérés szerint. És elkezdtük a kerület zöldítését. Új miniparkot nyitottunk, közösségi kertet hoztunk létre, meg háromszoroztuk az utcán lévő planténerek nyújtott a zöld felületet, idén pedig nem csak az Andrássy zöldje újul meg végre, de indul a fásítás a Csengeriben, a Szinyeiben, a Szondiban is sorolhatnám. Mi a Momentumban, ország és Európa szerte, az önkormányzatokban és az Európai Parlamentben egyaránt azon dolgozunk, hogy igazságos, emberközpontú és zöld Magyarországot építsünk. A holnap Magyarországát. A holnap Magyarországának megteremtéséhez a helyi problémák valódi, fenntartható megoldására van szükség. A helyi eredmények azok, amik a leginkább számítanak. Ezek számítanak akkor, amikor a koronavírus alatt egészségügyi, illetve szociális támogatást nyújtottunk, akkor, amikor a bajba jutott családoknak a rezsitámogatást adtuk. A helyi megoldásokon dolgozik már 4 éve több mint 100 momentumos képviselő és több polgármester országszerte, akik végre elhozták az őszinte önkormányzatok korszakát, leváltva ezzel a hazugság évtizedeit a városokban és a falvakban. Terézvárosban Soproni Tamás 2019-ben új polgármesterként elhozta az őszinteséget a kerületbe. Elkötelezett és lokálpatrióta városvezetőként pedig ismeri a helyiek problémáit, és csak ő és a csapata tudják azokat megoldani. Ezért támogatja a jövő évi önkormányzati választásokon a Momentum ismét Soproni Tamást, Terézváros polgármesterét. Sok sikert, Tamás! Köszönöm! A polgármesterség hivatás, a kerület az életem. Terézvárosi lokálpatriótaként nem tekinthetem, nem is tekintem másnak. Arra kérek tehát felhatalmazást tőletek, hogy 2024-től folytassuk közösen a munkát. Gyertek velem!